Az RMDS Maros megyei szervezetének területi állandó tanácsa ma több órán keresztül ülésezett. A gyűlésen Makkai Gergely Marosvásárhely RMDS-es alpolgármesterének lemondását kérték. Az RMDS Maros megyei szervezetének területi állandó tanácsa mai gyűlésén elemezték Marosvásárhely magyar alpolgármesterének a tevékenységét. A testület úgy értékelte, hogy az elmúlt időszakban számos elégedetlenség fogalmazódott meg egyrészt a közvéleményben, másrészt az RMDS-en belül az alpolgármester és a frakció tevékenységét illetően. Felszólítjuk Marosvásárhely magyar alpolgármesterét, Makkai Gergelyt, hogy mondjon le tisztségéről, és elmondhatom azt, hogy itt a vélemények alapján felmerült, hogy a marosvásárhelyi kérdések és döntések túlmutatnak Marosvásárhelyen. Nagyon sok kérdés megyei és akár országos fontosságú, úgyhogy itt az elmúlt időszakban a közmédiában és a testület keretén belül felmerültek bizonyos gondok, bizonyos kérdések, és ennek alapján elemezve ezt az elmúlt időszak tevékenységét úgy döntött a területi állandó tanács, hogy felszólítja, hogy lépjen vissza tisztségéből az alpolgármester úr. Hozzátette, felkérték a Szövetség Marosvásárhelyi Szervezetét, hogy a lemondást követően nevesítse az új alpolgármester jelöltet. Híradunk úgy tudja, Makkai Gergely nem akar lemondani tisztségéről. Ez esetben a mai döntés értelmében a politikai támogatás megvonására számíthat. A TÁT ülésén szavaztak az önkormányzati képviselők frakció fegyelméről is. A döntés értelmében a különböző határozattervezetekről a megyei RMDS frakcióval is egyeztetnek ezentúl a városi önkormányzati képviselők, a vitás kérdésekben pedig a megyei elnök vagy a kinevezett területi állandó tanács tag döntése érvényes a városi frakcióra.